Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Nepomuki szobornál, az algyői töltés tetején. Amiért ma itt összegyűltünk, az az, hogy a algyői tisza szezon, a hajós szezon megnyissuk, és azért, amit itt a Nepomuki szobrot ide állítottuk, és az őseink ide állították, kérjük a védelmét az 2022-es évi szezonra, hogy mindenféle baleset és mindenféle rossz esemény nélkül, és remélhetőleg jó időben teljen a 2022-es vízi szezon. Nagyon örülök, hogy itt a fiatalok itt vannak, az a szakosztályunk, és köszönjük, hogy Kopasz Bálint is megtisztelt minket olimpikonunk. És ebből is látszik, ahogy a nyugdíjasaink itt vannak, a Martas testvértelepülésünk, hogy ez az a sportág és ez az a terület, ahol a nullától 100 éves korig tudunk lenni, és nullától 100 éves korig tudunk szórakozni, és megfelelő programokat találni. Folyamatosan fejlesztjük ezt a részt, remélem, hogy egyre nagyobb lesz a szeretete, és egyre többen tudnak kijönni, és tulajdonképpen ennek a szobornak a léte, és ennek a szobornak a küldetése az egyre jobban érvényesül itt az algyői tisza szakaszon. Ehhez kapcsolódik most az első gyevi halfesztivál is, amelyet most megrendezünk, és még párhuzamosan megy a másik kikötőbe, a Szabadstrandon, óriási létszám és 30 fős versenyzői csapattal. Remélhetőleg ezt minden év meg fogjuk rendezni, és remélem azt, hogy 10 év múlva úgy fogunk itt állni, hogy lent lesz a vízpartra tömeg egyik fele, a másik fele a templomnál, és mindenki itt akarja az Alsó-Tisza vidéki szezont megnyitni, hogy minden jó legyen és minden szép legyen. Én megkérem Bálintot, hogy helyezz el az emlékezés koszorúját a szobor talapzatán, és a 2022-es évet remélhetőleg nyertesen, és a fiatalok és a mi szakosztályunk is egyre több aranyéremmel és helyezéssel tudja befejezni. Kérlek, helyezz el. Nagy tisztelettel köszöntöm a halfőzéket. Elsősorban nekünk ugye az volt a feladatunk, hogy azt nézzük meg, hogy hogy készül ez a halászlé, nekünk milyen ízű, és természetesen azt is megnéztük, hogy ki milyen környezetet hagyott maga körül.
Hát egyetlen komoly hiányosságot láttam, amire oda kell figyelni a következő alkalommal, az pedig az, hogy akik főzték a halászatot, nem kellő mennyiségű föccsöt készítettek oda nekik. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy jó legyen. Azon kívül, hogy a halászléne ugye nagyon fontos kritérium. Tehát nem olyan nagy dolog, egy jó halászléhez ötféle dolog szükségeltetik. Só, paprika, víz, hagyma meg hal. Ebből kell csodát készíteni. Ezt maguk nagyon jól meg is oldották. Nagyon finom halászlevek készültek. Megküzdöttünk 41 néhány kóstolással, az 41 néhány evőkanál mindnyájunknak, hogy most egy kicsit behozhatjuk a pocakunkat, hogy rendbe haza tudjunk majd menni. Átadnám akkor a díjaknak a lehetőségét a polgármester minden. Én csak a bejelentő leszek, a jó hír és a rossz hír bejelentője. Az első Gyevi Halfesztivál ételkiválósága cím elnyerését az algyői citerások részére az általuk készített halászlé haléterért kapják. Szintén a Gyevi Halfesztivál kiválósága címet kapott Kovács Dezsőné a halászléjéért. És a harmadik kiválóság pedig Bakó László részére a sült hal ételéért. És minden halfesztiválon egy külön díjat is fogunk kiadni, és ezt most a zsűri véleménye alapján Martonos csapata kapta halászléjéért, egy teljesen autentikus martonosi technológiáért és ízvilágért. Mindenkinek köszönjük a versenyzést. Én itt végighallgattam a zsűrinek a véleményét. Mindegyik étel finom volt. Úgy tudom, hogy akkor, ha valaki szakács akar lenni, vagy kisegítő, vagy bárki, akkor szívesen látják bármelyik vendéglátóhelyen. Én úgy gondolom, hogy Argyő most hitett magáért, megmutattuk Szegednek is, meg bárkinek, hogy tudunk halat főzni, és itt az tökéletes halételek készülnek. Köszönöm szépen mindenkinek a főzést, remélem mindenki jól lakott, és további jó szórakozást kívánok!